Jó estét kívánok mindenkinek! Próbálom elindítani a másik telefonomat is, hogy lássam az önök visszajelzéseit. Bízom benne, hogy ez össze fog jönni, és akkor még több felvetésre, kérdésre tudok válaszolni. Először is mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök, és örvendek, hogy újra tudunk beszélgetni, tudunk véleményt cserélni, és hát jó estét mindenkinek, és kérem, hogyha lehet, akkor tiszteljenek meg azzal, hogy írnak itt lent a kommentben, igyekszem elérni azt, hogy tudjak válaszolni a különböző felvetésekre. Még nem jött be a videóm a másik telefonon. De mindenféleképpen az számomra egy nagyon fontos visszajelzés, ha esetleg jelzik azt is, hogy melyik településről vannak. Sokkal könnyebben tudok kitérni olyan információkra, amely esetleg azon a településen élők számára fontos lehet. No. Március 13 van és szombat. És eltelt egy újabb hét. Ezen az újabb héten nagyon sok minden történt. Ezekről szeretnék önöknek beszélni, illetve az elkövetkező hétről, de ahhoz arra van szükség, hogy minél több visszajelzést kapjak. Nagyon nagy segítség, hogyha írnak, feltesznek kérdést, akár megjegyzéseket írnak, mert tehát köszönöm szépen mindenkinek, tehát Fülöp Mártának, Gecő Margitnak, mindenkinek köszönöm, hogy írnak véleményeket. Hoppá, megváltozott a Facebook, jönnek az üzenetek itt elől is, úgyhogy akkor nem is kínlódok tovább a másik telefonommal, úgyhogy próbálom itt követni, amiket írnak, és lássuk, úgy legyen rendben a fényerő. Gajda Beátának is mindjárt fogok válaszolni. Az a kérésem, hogy írjanak minél többet, tehát írják azt meg a kérdéseiket, mert amit így nem látok most így menet közben, hogy elkerülje a figyelmemet, akkor az éjszaka vagy holnapi nap folyamán válaszolok, és azt gondolom, hogy ez ilyen szempontból akkor az egy jó egyesség lehet mindannyiunk részére. Azért még egyet próbálok a másik telefonnal is, nem jött be azon. Na de így, hogyha itt most mennek, most ez egy újdonság, mert 3 héten keresztül a Facebook nem engedte, hogy ezeken az oldalakon lássuk a kommentet is az élő közben, de most úgy látszik, hogy megengedte, úgyhogy köszönöm szépen. Na néhány információ is közben láttam, Németországból Lehegyerről lehet jönni, de erre is majd ki fogok még később térni, és kitérek az országokra is, úgyhogy az a kérésem, hogy írjanak. Írják meg, nekem tényleg most, ezt még most nem kértem, de hogy odaírnának egy települést, vagy egy falu nevet, vagy egy város nevet, vagy bármit, az nagyon nagy segítség lenne számomra. A mai nap azt kell tudni, hogy van 20 új esetünk, tehát 20 újabb vírusos fertőzöttséget mutattak ki. Itt volt is itt egy vitám, hogy a mentősök tudják-e azt, hogy bicikliútusnál Fürdő Csíkszerda között, oké, okay, ki fog térni erre is. Tehát, hogy nem mindenkit a mentő viszel, és úgy lesz kerül a tesztelésre, hanem a legtöbb ember ma már, és ezt önök kérték, és ezeknek a beszélgetéseknek az eredménye, amikor többen önök közül kérték, köszöntöm Emilt Németországból, hogy az milyen dolog, hogy megy a mentő, felverik az egész szomszédságot, mindent, és akkor nagy déldurral elviszik az embert tesztelni. Tehát ilyen szempontból önök kérték, és ezt próbáltuk megbeszélni megyei szinten is, hogy általában aki úgy érzi, hogy gond van, az saját lábán, kocsival, stb. Persze ügyelve, hogy más ne fertőzzön, meg megy el tesztelni. Tehát igazából 95%-a a pozitív eseteknek olyan személyekből tevődik össze, akik nem mentővel kerültek be a tesztelésre. Úgyhogy ilyen szempontból ne keressék a mentőt. Nagyon fontosnak tartjuk azt is, tehát hogy
hogy tényleg ilyen szempontból ne üljünk fel a rémhíreknek, és pont ezért hiszem azt, hogy ezek a beszélgetéseink lehet, hogy jó néhány témakörben tudnak segíteni, hogy legyen tisztább a vélemény. Akadozik? Az elég baj, ha akadozik. Itt nálam azt mutatja, hogy 4G-n van és 3 pálcika, de akkor lehet a másik telefont lekapcsolom, hogy még azt se vigye. Oké. A 20 fertőzött eset van, és 10-en gyógyultak meg, 28-an vannak a Csiki kórházban, 66-on az Udvarhelyiben, 9-en Gyergyóban, és egy Marosvízen, összesen 104-en, 6510 az eddigi fertőzöttségi szám, 284 sajnos a haláleseteknek a száma, és a fertőzöttségi rátánk most 0,78 a megyében. A települések tekintetében meg lett hozva a pénteken a 15-ös számú határozat, és nőttek a sárga besorolású településeknek a száma, tehát továbbra is akkor, ahogy a múltkor mondtam, Székelykeresztúr, Galócás, Farkaslaka, Gyergyóvárhegy március 19-ig, Csíkszentlélek, Salamás, Gyergyófalu, Marosvíz, Gyergyótölgyes pedig március 26-ig, tehát ezeken a településeken nőtt az elmúlt két hétben a fertőzöttek száma, és hát továbbra is piros maradt Gyergyócsomafalva. Itt pont azt néztem meg, hogy ma Gyergyócsomafalván 2 nyilvántartott fertőzött van, de mivel ezek a megállapítások 2 hétre vonatkoznak, ezért sajnos a Gyergyócsomafalva is még március 19-én Csiklákossal együtt piros besorolásban van, illetve pirosba került március 26-áig, tehát új település Oakland. A többi település az zöld besorolásban van. Az iskolák tekintetében 86 megy jogi személy, de inkább beszéljünk akkor darabszámra, tehát 293 oktatási intézmény van, amelyik 130 jogi személyhez tartozik, de 293 iskola, inkább maradjunk úgy, és óvoda, hisz vannak községek, ahol több iskola tartozik a községi jogi személyhez, több falvanként akár több is, és akkor a 293 tekintetében van 224, amelyik zöld, 64, amelyik sárga, és 5, amelyik piros forgatókönyv szerint megy. Úgyhogy a csíkszeredai kórházról is fogok beszélgetni, remélem eszembe fog jutni a mamográfos kérdés, Nagy Erikának mondom. Ha nem akadozik Németországban, akkor nagyon-nagyon köszönöm Gábor Ferencnek, hogy megírta, közben írjanak. Az a kérdésem, nyugodtan írják meg azt is, hogy melyik iskolák érdeklik, és akkor én most nem akarom egyenként felsorolni, de mikor vége lesz a felvételnek, akkor utána be fogom írni, az milyen helyzetben van. Úgyhogy ilyen szempontból nyugodtan írják meg ezt is. Ahol sárga forgatókönyv szerint megy az oktatás, az Csíkszereda, tehát 1,02, vagy valami ilyesmi, tehát ebb, hogy csak átbüklent, tehát ahogy szokták mondani jó néhány helyen, tehát átkerült az egy fölötti ezrelék fölé, és Csíkszeredában akkor sárga lesz az oktatás, ami azt jelenti, hogy Csíkszeredában hétfőn az 5., 6., 7. kesek, illetve a 9., 10., 11. az otthonról fog tanulni, köztük a nagyobbik lányom is, hogy itthonról kell majd tanulni. Igen, az országok tekintetében többen kérdezték Németországot, tehát Németország továbbra is sincs karantén kötelezettség alatt, és továbbra is akkor Svájc, Írország, Portugália, ezek nincsenek, tehát ezekből az országból lehet jönni nyugodtan. Magyarország továbbra is karanténköteles. Itt az előbb kérdezték a karanténkötelességet, és akik sárga országba jönnek, ugye 72 órával nem korábbi PCR-tesztet kell hozni, ha nem tudnak ilyent hozni, akkor 14 nap a karantén, hanem csak 10 nap, és köszönöm.
És még néhány dolog, tehát a 3 évesnél fiatalabb, kisebb gyerekek karanténba kell vonulniuk, és vannak a kivételek, itt ugye itt az előbb is kérdezték többen, tehát ha valaki már átesett a fertőzöttségen, de gyógyultával nyilvánítva, akkor jöhet karantén kötelezettség nélkül, illetve akik 10 nappal a beutazás előtt megkapták a második oltást is, és az elmúlt 90 napban aki megkapta. Magyarország sajnos továbbra is karantén köteles. Üdvözlöm Markitáról hölgyet. Tehát itt Dimény Irmának tudom mondani, hogy Németországból lehet menni nyugodtan, nincsen semmi gond. Lássuk még melyik országok voltak. Köszöntöm Benő Robertet Tölgyesen, neki fogtunk Tölgyesen, ugye nem tudom, gondolom látja ön is, hogy az utat építsük. Kerekes Editnek elmondom most így előzetesként, hogy sajnos nem tudjuk kedden aláírni a szerződést az útra, mert karanténba került az olasz úriember, de 23-án jövünk a térségbe. Lássuk még, ki van, aki kérdezett országot esetleg. Az első oltás nem elég, tehát igazából az első oltást Románia sem és az ország többsége nem fogadja el, tehát meg kell várni a második oltást is. És itt Gajda Beátának mondom, aki Magyarországra megy, ott 5 napot kell lenni karanténba, ha nincs valamilyen hivatalos meghívás, valamilyen esemény, nem kaptak mentességet, és az 5 nap alatt, hogyha van 2-szer negatív teszt, akkor ki lehet jönni a karanténból. Hollandiát nézem. Hollandia, igen, sajnos karanténköteles. Cseres Sportik Lászlónak mondom, Hollandia karanténköteles. És Ausztria is, Károly Imrének. Oké, na, egy pár országra akkor válaszoltam, de még írjanak, és akkor ki fogok térni. A Csomafalva, Szilágyi Terészkinek mondom, egy abnormális helyzet, és ezt én többször elmondtam, és én egyetértek mindenki, akik sokszor a szabályok tekintetében már a tűrés határon túl vannak, vagyis kevésbé tudják elfogadni a különböző szabályokat. Számomra sem elfogadható az, és nem értek egyet azzal, hogy egy település 2 hétig bekerül karanténba, mert pont a 14 nap úgy jön ki, hogy vagy legalábbis piros besorolásban, hogy a 14 nap úgy jön ki, hogy pont amikor a döntés meghozatalra kerül, tehát ez volt a csomafalvi esetben is, ami értetlenség adott sokaknak okot, tehát hogy minden csütörtökön nézik meg, hogy mi van az elmúlt 14 napban. És csütörtökön készül el a határozat tervezet, amelyik pénteki naptól lép érvényben Hargita megyében, de gondolom így van a többi megyében is ebben az országban, és ha most pont csütörtökön a 3 ezrelék fölött, vagy az 1 fölött, vagy a 1,5 fölött van a fertőzöttek száma. Tehát ugye a település tekintetében 2 hétig nem változik semmi. Tehát az is lehet, hogy valaki piros település, 10 napon keresztül nincs egyetlen egy fertőzött sem, mert mindenki meggyógyult, de hát ez van. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy rossz szabály, és még van sok-sok rossz szabály. Tehát ugye a maszkviselés ügyében is vannak a rossz szabályok. Mondtam már önöknek, hogy a középső lányom megbetegedett, orvoshoz kellett vigyük. Tehát én ilyen szempontból hiszem azt, hogy sok-sok olyan dolog van, amit nem mindent látnak a leghelyesebben ott, ahol meghozzák a döntéseket, de amit lehet, próbálunk letenni módosító javaslatokat. Ami inkább én szeretem, amíg 2-3 szót mondani, hogy hullám van, 3. hullám, és ezt most valahogy úgy sokan úgy nagyon így félváról veszik, de higgyék el, hogy elég súlyos a helyzet ebben a pillanatban. Az országban is, Európában láthatják, hogy több országban már nem képesek ellátni a betegeket, és szomszéd országba kell elvinni. Ugye Csehországot hallottuk, de a többi közép-európai országban is gondok vannak. Boldizsár Ábel addig fog tartani a vírus, ameddig én azt gondolom, az immunizálás nem fog megtörténni, tehát ez nagy részben rajtunk múlik.
A karanténmentesülés alól lehet, a honlapon megtalálják, hogy milyen feltételek vannak, de ezeket majd be fogjuk tenni. Na de a harmadik hullám tekintetében én a mai napra készülve a tegnap a három kórházunkat kerestük meg, kerestettem meg, megkértem a kollégáimat, hogy nézzük meg, hogy milyen helyzet a kórházainkban, és nagy a baj. Tehát még egyszer mondom, azoknak is mondom, akik tagadják a vírust, vagy tagadják az oltást, tagadják a maszkot, tagadnak mindent, joguk van, és nincsen semmi probléma. Részemről csak egy dolgot tudjanak, elmondok néhány számot önöknek. A megyei sürgősségi kórházban a négy covidos intenzív terápiás ágyból egy most foglalt. Ezelőtt három nappal négy volt foglalt a négyből. Most hál' Istennek pénteken lecsökkent egyre. És a covid gyanús tamponzónában van 10 ágyból 5, ami foglalt, és a karantén konténer kórházban, amit az udvar, kórház udvarán van, 20 ágyból 7 foglalt. Tehát azt mondhatnák, a csíkszeredai helyzet egy kicsit még a tűrhetőség határa alatt van, és nem tudom, miről van szó Brassóban, esetleg írják be, nem olvastam. Jó, a Gyergyói kórháznál van 5 ágy, 8 ágy, amiből 6 nem covidos, 2 covidos ágy van, de személyzet miatt, tehát a Gyergyői kórházban intenzív terápiás covid beteget nem tudnak ellátni, legalábbis a pénteki állapot ez volt, ez megint egy probléma, hisz látták, ott is sokan vannak beutalva. Székelyudvarhelyi kórház, inkább ez az aggasztó helyzet, hisz a Hargita megyében ez a covid kórház, ez a fő covid kórház, ahol a 10 intenzív terápiás ágyból ebben a pillanatban Székelyudvarhelyen 10 foglalt. Tehát Isten ments, hogy valaki például ma este vagy holnap rászoruljon intenzív terápiás ágyra, mert nincs hely. Tehát 10-ből 10 foglalt. És van egy plusz kórtermük a dialízisen, ahol tudnak egy beteget foglalni, de az is, most itt olvasom, az is teli, tehát az is foglalt. Oké. Úgyhogy a udvarhelyi kórháznál azt is hallottuk, hogy talán most rosszabb a helyzet, mint az ősszel. Tehát emlékeznek, október-novemberben volt a második hullám, és az udvarhelyi kórháztól ezt a hírt is kaptuk, hogy sokkal rosszabb a helyzet. Még van 5 lélegeztetőgépjük, amit nincs felszerelve, de hogyha nagyon szükséges, akkor fel tudják szerelni. Úgyhogy most a kórházakban a helyzet eléggé nagyon nyomás, és ilyen szempontból ezt kell tudják mindannyian. Hogy Marosvásárhelyen egy orvos azt mondta, hogy nincs, na a másik sok ezer azt mondta, hogy van. Most sok ezernek a véleménye, vagy egynek, tehát én nem megyek bele ebbe a helyzetbe, hogy van vírus, vagy nincs. Egy dolgot tudok, hál' Istennek tudtam segíteni nagyon sok esetben, amikor valakinek gondja volt, vagy tudtunk segíteni a csapatommal együtt, illetve megtettünk nagyon sok olyan intézkedést, hogy Hargita megyében, aki rászorult, az kapjon ellátást, és akár itt a tájékoztatásokon keresztül, a közös egyeztetéseken, megbeszéléseken keresztül, azt gondolom, megelőzésre tudtunk fordítani messze menő figyelmet. Úgyhogy én nem akarok senkivel se vitába keveredni, akik nem hisznek, nem értenek velem egyet, mindenkinek a saját belátása szerint meg kell hozni a döntést. Szentes Vitosnak azt tudom mondani, hogy a hullámok, a számok igazolják, tisztelt Szentes Vitos, vagy Vitos Szentes úr, hisz sajnos a haláleseteket láthatják, hogy és a fertőzések is nagyobb számban vannak, mint korábban. A Csíkszeredai kórházban március 15-től az antigén alapú gyors tesztet fogják elvégezni, hogy hamarabb lehessen haladni, illetve ezt lehet kérni, mert ezt elfogadják a külföldi országok, a repülők egy sor helyen elfogadják ezt a típusú tesztet, és reggel fél 8-tól és 9, tehát fél 8 és 9 között ebben a másfél órában kell jönni, levenni a tesztet, és előtte 17 és 18 óra között lehet
jelentkezni. Persze fizetés ellenében és kérésre továbbra is lehet PCR-tesztet elvégezni. Ezeket 9, fél 10 és fél 11 között végzik el minden nap, és 8 és 15 óra között lehet beiratkozni. De azt majd itt alul be fogom tenni a kommentek közé. Mi az eljárás, kinek két pozitív? Csíkszeredában nem tudom. Ezt nem értettem a kérdést. Esetleg Veres Matilt, ha kifejteni, mit szeretett volna leírni. Hogy hány hullám lesz, nem tudom, akármennyi lehet. Tehát látják, hogy most kezd elérni a hullám, amit már tőlünk nyugatabbra elég sok gondot, bajt okozott. Hogy honnan tudjuk? Hát látják. Tehát az, hogy most jön a harmadik hullám, már tőlünk nyugatabbra, akár még Magyarországon is, már hamarabb elérte Magyarországot, mint Romániát. Tehát igazából, hogyha ez így elindul, akkor az érkezik, és országon határokat nem ismernek ezek a hullámok. Oké. A 15-től holnap utántól beindul a mindenki számára az oltásnak a lehetősége. Igazából az, ami nagyon fontos, hogy kérünk mindenkit, hogy iratkozzanak fel. Aki hisz benne, tehát az az 50% legalább minimumra immunizálásra kerüljön, és megvannak az elsőbségi kategóriák, úgyhogy, de nagyon fontos az, hogy mindenki kerüljön feliratkozásra. És itt külön megnéztem, például ma este, majd ma délután néztem meg, hogy hogyan állunk az országos oltási térkép tekintetében. Hát mi az eléggé zöld megyék között vagyunk, ahol azt írta ki ma délután, hogy 2435 üres oltási helyünk van ebben a pillanatban. Azt is megnéztem, hogy hol. Hát a legtöbb Balánbánya, és nagyon nagy kérésünk van a felcsiki, főleg a felcsiki, de bárki a megyéből, aki 65 év fölötti, hogy a Balánbányai oltási központban jelentkezzenek le, Moderna típusú oltóanyagot fognak kapni, tehát nem az AstraZeneca-t, és ahol még sok hely van, az Szentegyháza, ott délután, ha jól néztem, akkor 500 hely volt, mintha, tehát elég sok hely van, illetve itt is van még 130 volt hely a Goszkomnál, Csíkszeredában, ugye a Goszkomnál a felcsíkiakot oltják elsősorban, de bárki mehet oda. Úgyhogy igazából van, nagyon sok hely van, üres továbbra is Hargita megyében. És nagyon fontosnak tartjuk azt is elmondani, hogy tényleg az iratkozások tekintetében lépjünk, mert hanem az oltási turizmus tovább fog működni. Az oltóanyagok tekintetében, még miért rámennék az oltóanyagokra, tehát hogy egyénileg kért előjegyzést a platformon lehet körülbelül 2 perc, tehát be kell írni az e-mail címet, kell adni egy jelszót, az visszaküldik az e-mailre, az e-mailnél meg kell nyomni a hitelesítési linket, és ez körülbelül 1-2 percbe veszi a feliratkozást, de akinek ez nehezen megy, akkor kérheti a polgármesteri hivataloknál a segítséget, és ha pozitív a teszt Veres Matild, akkor kell jelezni a családorvosnak, és otthon kell maradni. Hogyha úgy érzi, hogy baj van, akkor be kell menni a kórházba. A családorvos nyilvántartásba veszi, és 90 valamennyi százaléka az embereknek az nagyjából otthon ülve és ügyelve a hozzátartozókra általában eddig meggyógyult, de aki úgy érzi, hogy gond van, persze jelzi a családorvosnak, és akkor beutalásra kerül. Jó, tehát van az egyik lehetőség a platform, a másik lehetőség a családorvos. Nagyon fontos, hogy a családorvosoknak a segítsége, mert a krónikus betegeket is fel lehet írni, és itt nem számít akkor a korhatár. A korhatár tekinteti, ugye sokszor elhangzott az elmúlt napokban az AstraZeneca oltóanyagról, ott el lett törölve, ugye korábban 55 éves volt a korhatár, Mincsorszai Csatilla, nem tudom mikor lesz vége, de mindannyiunkon függ, hogy minél hamarabb véget érjen. Közben láttam, hogy Bega Árpád, falustársam is itt van, üdvözöllek Árpád.
Az elején elmondtam, Csomafalvát, nem tudom, itt voltál. Jó, és az AstraZeneca tekintetében egy dolgot szeretnék elmondani azoknak, akik azt mondják, hogy ez nem egy jó oltanyag, hogy Nagy-Britannia nagy részben azzal lett beoltva, és nem tudom, nézzék meg az angliai híreket, hogy hány embernek lett gondja. Tehát ilyen szempontból én valahogy én még azt is olvastam az elmúlt napokban, hogy az is lehet, hogy már a nagy gyógyszergyártók háborúznak egymással, hiszen ez egy óriási piac, számolják ki, mikor millió emberekkel megkapják, 100 millió emberekkel megkapják az oltást, úgyhogy ott is már dúl a háború, nem csak a Közel-Keleten. No de, Moderna megy most Balánbányára hétfőtől, úgyhogy a Modernára lehet iratkozni. Borszéken a Pfizer volt, és ma néztem, nem lehet, ma nem volt egyetlen üres hely sem, de ahogy hallottuk Magyarország kormányfőjétől is, a legfontosabb dolog az, hogy aki szeretne oltást megkapni, beoltottá válni, azt gondolom, hogy az a fontos, hogy tudja ezt megszerezni, függetlenül melyik a három Romániában engedélyezett oltóanyagból. Ami változás van, hát én nem hiszem, Gergely Árpád, mondom, én túl sokat láttam. Túl sok szenvedő családot, túl sok gondot, túl sok emberrel találkoztam, aki azt mondta életében, ennyit valamiért nem szenvedett. Barázs Piroska, most nem kommentálom ezt a szót, mert sokan vagyunk itt élőben, és nem biztos, hogy mindenki egy ugyanarra dologra gondolna. Tehát az oltást meg lehet kapni, illetve beoltják az embereket. A Dobos Szabolcs, én remélem, jövő szombatra fogok tudni mondani pontos számot, mert kb. Ezelőtt 3 héttel 3%-os volt az oltottsága Hargita megyének, de utána meg azóta eltelt 3 hét, és bízom benne, létrejöttek újabb oltási központok, úgyhogy ilyen szempontból bízom benne, hogy most már, én most csak tippelek egyet, hogy valahol 10% körül jó lenne, hogyha járnánk Hargita megyében. Székelyföld többi megyét, azt nem tudom. Jó, ami változás van, hogy nem 23, hanem 22 óráig lehet szabadon közlekedni, utána igazolással. Ja, Istenem. Jánosom. Megkérem szépen. Most már egy éve beszélek erről, hogy tud egy esetet. Tud egy embert. Tud egy bármit. Én komolyan, tehát bármit megadok érte, csak jöjjenek. Tehát ez olyan... tényleg olyan valótlan dolog, hogy tehát nem kap senki semmit azért, mert egy vagy két vírusos van. Tehát, hogyha a Gyergyői Kórházban nem megy az ATI ágy, ugyanúgy megkapják az ottani személyzet azt a pótlékot, mint a Csíkszeredai vagy Udvarhelyi Kórházban, ahol mennek az ATI, tehát az intenzív terápiás ágyak. Tehát ilyen szempontból tényleg nem. Most már eltelt egy év, senki nem tudott hozni egyetlen bizonyítékot se, és tényleg nem tudom, annyi orvossal beszéltünk. Mi az érdeke egy orvosnak? Tehát valaki tegye fel, mert az orvosok tényleg nem kapnak egyetlen plusz lejt sem azért, hogy valaki pozitív vagy nem pozitív. Az orvosok, asszisztensek azt szerint kapják, hogy ki foglalkozik olyan szakterületen, amelyben a covidosokat fogadják. A kórház lehet tiszta üres, akkor is ugyannyit kap az orvos és az asszisztens, mint például most az Udvarhelyi Kórház esetében, ahol teli vannak az ATI ágyak, pont annyit kapnak azok is, ahol egy sincs elfoglalva, mind ahol el van foglalva az egész. Hogyha vannak, Bega Árpádnak mondom, és tényleg ebben igazat adok neked, Árpád, illetve sokaknak, hogy sajnos van néhány olyan kalandor laboratórium. Én még a múlt évben egy jó párat így nevesítettem is, persze meg is voltam támadva, hogy akkor becsületsértésért, jó hírnév, rongálásért, stb. Hát elő leszek véve, sőt, mi több politikus társak is jelezték, hogy elnye-bejnye, miért megyek ki a megyéből, miért beszélek olyan laboratóriumokról, amelyik fiktíven is megcsinálják a tesztet. Én azt mondom, Árpád,
ha van ilyen, segítsél, légy szíves, és ezeket be kell tiltatni. Tehát nem lehet az emberi egészségre veszélyt jelentő laborokat hagyni, hogy repüljenek. És ez a kérdésem Árpád, kérlek, kéne egy nyilatkozat. Nekem az is elég. Valaki leírja, hogy megszerezte úgy a negatív teszt eredményt, hogy tőle nem vettek próbát. Nekem az is elég. E-mailre kapjam meg. Persze, hogyha még mellé lehet fotózni a papírt, stb., az még jobb, de a kalandorokat ki kéne zárni az egész rendszerből. Igen. Köszönöm szépen Kelemen Kingának a beszólásokra vonatkozó rész. Máskülönben körülbelül, tehát ugye most 59 ezer, nem tudom hány száz követőm van, és köszönöm szépen, mert bízom benne, nagyon sokan önök közül is követnek, és aki még nem, meg kérem szépen tegye meg. És szeretném jelezni, olyan 40 valamennyi embert zártam ki a trágár, vulgáris szóhasználatért. Máskülönben van egy szabályzatom, ott meg lehet nézni oldalból. Tényleg, aki nem tud övön felül dolgozni, mondtam, azokat kizárom. A Prodiánál volt két eset, amikor gond volt. Én úgy értem, azokat kivizsgálták, és bízom benne, most a Prodiánál, Csíkszeredában minden rendben van. Azon kívül ott is ugye volt dráma, volt minden, mint sok helyen. Aki kettős állampolgár, persze, hogy tud oltást, csak ott Magyarországon is be kell kerülni a megfelelő sorrendbe. Kijárási tilalom. Na, nem tudom, Szevenben Nagy László ölik vagy nem ölik, nem néztem utána annyira dolgoknak, de Hargita megyében legalábbis a mi kórházaink tekintetében hiszem azt, hogy jó irányban haladunk. Nincs Hargita megyében halálkórház, és hát a szívapálinka, nem tudom. Mondom, én nagyon sok emberrel találkoztam, aki átesett rajta, és hát senkinek sem volt valamilyen kellemes élménye is. Ez, hogy szívapálinka vagy más dolog működött volna, senkitől sem hallottam. Angliából karanténba kell menni, és kötelezően 14 napot, és kell tesztet is hozni. Nem tudom, tehát mindenki megfelelő oltást kellett kapjon. Jó, nagyjából ennyit az oltásról és a vészhelyzetről. Ha még van kérdés, akkor szívesen válaszolok ilyen tekintetben. A héten volt egy sajnálatos haláleset, és itt a Csíkszereda város helyi tanácsának a tagját, Kálmán Dénes ügyvéd, de kísértik az utolsó útjára, és ezúton is én meg szeretném neki köszönni, mert nagyon sokat segített a munkámban. Mi máskülönben szomszédok is voltunk, vagy vagyunk, és nagyon sokszor, nagyon sok hát témában nagyon jó meglátása volt, és sokat segített abban, hogy jó döntéseket tudjunk hozni, úgyhogy pihenése legyen csendest is, vigasztalást a családnak. Azon kívül a héten beszéltünk a kulturális stratégiánkról, tényleg azt szeretnénk, és ez egy nagy kihívás, hogy ez a vírus a közösségeket nagyon szétbombázta, és ha a kulturális rendezvényeink, programjainkat nem tudjuk újra indítani, akkor ez egy komoly gond lesz. Úgyhogy ilyen szempontból az elkövetkező 10 évre szeretnénk egy megfelelő irányt biztosítani mindenki számára, aki Hargita megyében kulturális téren szeretne dolgozni, úgyhogy rövidesen, és sőt közé van téve, tehát lehet tenni vélemény, javaslatokat a kulturális stratégiánkhoz. Igen, köszönet a Hargita megyei orvosoknak és asszisztenseknek. Igen, köszönet. Felkészültek voltak, odaálltak, nem ijedtek meg, nem mondtak le. Na, köszönet nekik. Jó, a héten volt a központi fejlesztési régiónak a vezetőtanácsi ülése, amelyet az első részében tudtam vezetni, utána el kellett menjek temetésre, de a legfontosabb dolog az van, és azt kértük, hogy az oktatás színvonalának a növelésére fordítsuk minél több forrást. Tehát Hargita megyében akkor tudunk ebből a minimálbéres mókuskerékből kilépni, hogyha megfelelő szintű oktatást tudunk biztosítani a fiatalok, a felnövekvő nemzedék számára.
és olyan plusz készségeket tudunk megerősíteni bennük, kifejleszteni, amivel lehet igazából magasabban fizetett munkahelyekre jelentkezni, vállalkozni. És egy új újdonság lesz jövőben, hogy a csigdenfalvi fürdőnek a minősítésében egyeztettünk a héten, hogy megfelelő minőségű a vize, a gyógyítása, ezt hogyan lehetne akár orvosi szempontok szerint is dokumentálni, és ez a fürdője Felcsiknak a gyógyítás terén tudjon haladni, nagyon fontosnak tartjuk, és láthatták csütörtök reggel utoltam tekerőpatakon a kézműves sajtókat előállító egyik mesterné, fiatal házaspárnál jó volt látni, hogy 15 féle sajtot állítanak elő. A keresztes Attilának azt tudom mondani, hogy az immunizálás, azt mondták ugye a szakemberek, csökken egy idő után, tehát hogyha az antitestek száma csökken, akkor ajánlott 3 hónap után az oltás, ezt önök is el kell döntsék. Mert más típusú reakciókat vált ki az oltás, mint a vírus. Egy fontos dolog volt a héten, hogy álljon meg Csíkszerdában az autóbusz a középiskoláknál is, erről döntöttünk, és nem minden buszjáratunkra van jelenkező, úgyhogy ezen még kell dolgozni, illetve bízunk benne, hogy lehet majd keresni szolgáltatókat, illetve pénteken volt ugye a zöld péntek, Táncos Barna miniszter úr vezette be, ma egy órámat elvitte, vagy más felett, de nagy-nagy szeretettel válaszoltam a felvetésekre a pénteki filmnél. Igen, tehát nekem nincsen, mi is a családunk egy használt 7 vagy 8 éves autót használunk, én is szeretném, hogy tudnánk vásárolni elektromos autót, de egyre nem tudjuk magunknak ezt megengedni. Ellenben kérdem önöket, hogy azok az intézményvezetők, azok a cégvezetők, akiknek muszáj, mert kell járni, tehát Hargita megyének van 1000 km megyei útja, Gyulafehérvárra el kell járni rendszeresen, Bukarestbe el kell járni rendszeresen, településekre el kell járni rendszeresen, tehát ez nem opció kérdése, hogy felülünk a... Habár néha felszoktam ülni a vonatra is, a buszra is, de akkor higgyék el, hogy nem tudok elérni napi 10 helységbe. Tehát számomra nem opció, hogy van-e autó, amivel közlekedjek. És azt gondolom, még sokan vagyunk így, ahol muszáj közlekedni. De megyei tanács által vásárolt elektromos autóba eddig én nem csalódtam, pedig volt mínusz 17-20 is. De jó volt látni azt, hogy milyen gondolatok kerülnek elő az emberek részéről, és tényleg valószínű, hogy minimálbérből elektromos autót vásárolni ma még nem lehet, de hát ugye, hogy ezelőtt 20 évvel ilyen mobiltelefont, amilyen most önök is néznek, vagy követnek, vagy én is, valószínűleg akkor is azt gondoltuk, hogy minimálbérből ilyen telefont vásárolni nem lehet, közben ma már lehet, úgyhogy a világ még változhat, ellenben én felteszem a kérdést, hogy az, aki vásárol autót, mert muszáj, mert rá van kényszerítve, mert az adott a helyzet, akkor milyent vásárolja? A környezetre kevésbé károsat, vagy hagyományos motorizációval, és ezt mindenki el tudja dönteni. Ellenben ma volt egy nagyon jó ötlet, és ezt fel is fogom dobni, előkészítjük, ha megkapom az e-mailt a Táncos Barna miniszter úrnak, hogy a roncs program az csak kevesekhez tud elérni, azoknak, akiknek van legalább ugye 10-10 valamennyi ezer eurójuk, hogy vásárolnak egy új autót, ott tud ez hasznosulni. Ellenben az elektromos ráerősítésű biciklik, vagy akár a bicikli vásár, vagy elektromos roller, tehát ezt köszönöm szépen, azt hiszem ő is Bege volt, aki ma most nem jut eszembe pontosan, de egy nagyon jó ötletet kaptam, úgyhogy ilyen szempontból péntekenként az zöld témára vissza fogunk térni. Meglássuk, hogy kényelmes lesz, vagy nem, és folytatom mindenki. És még egyszer mondom, nekem sincs, de szeretném, hogy legyen. Jó. Volt egyeztetésünk Alsó-Ausztria vezetőségével kulturális együttműködések cserékügyében a héten, és
Egy nagyon, ma gondoltam, hogy a vírussal kapcsolatos dolgok az több időt elvesz, úgyhogy a politikai részen nagyon kicsi szelettel jövök, úgyhogy ne ijedjenek meg, nem kezdjék kikapcsolni. És egy meséről, mesét szeretnék önöknek hamar felolvasni. Történt egyszer, hogy egy holló megunta tollainak fekete színét. Irigykedve nézte más madarak színesebbnél színesebb tollazatát. Legjobban a páva tollát irigyelte, amely a szivárvány minden színében pompázott. Sóvárogva figyelte, ahogyan ezerszínű farkát teregeti és peckesen lépeget az erdő fái között. Nagy elhatározása jutott a holló, és így morfondírozott magában. Nem voltam olyan szerencsés, hogy pávának születtem volna. Én csak egy csó fekete tollú madár vagyok, majd kicsinosítom magam, és szebb leszek még a legszebb pávánál is. Fogta magát a holló, szerzett magának egy csokor, gyönyörű pávatollat, és felragasztotta a fekete fartollaira. Elhatározta, hogy elhagyja a holló testvéreit, és a pávák között fog élni. Kihúzta magát, amennyire csak tudta, és besétált a pávák közé. Rövid idő múlva gyanúsa vált az új jövelmény. Terítsd csak szét a fartollaidat, hadd nézzük, mennyire ékesek, kérte az egyik páva. A holló nagy büszkén teregette a tollait. Ilyen széppel egyikötök sem ékeskedhet. Ekkor erősebben kezdett melegíteni a nap sugara, mert dél felé közeledett az idő. A holló farkán már olvadozott a ragasztó, kis idő múlva pedig lehullott az első toll is. Amint a pávák észrevették a hamisságot, azonnal elkergették, csapkodta is a szárnyait, a pórul járt, fekete holló, megszégyenülve kéreckedett vissza testvérei közé. No, azt gondolom, hogy a hét egyik politikai tanulsága ez, hogy az a politikus társam, aki idegen tollakkal ékeskedik, nagyon rossz irányba halad, és valószínű, hogy a közéletben az egyenes út mindig jobb, mint az ilyen ékeskedéses, más pénzével, más kapcsolataival, más ötleteivel gyűjtött esetleg pillanatnyi népszerűség, pillanatnyi kedvelés. Úgyhogy ez lenne az E7 politikai tanulsága. Még egy dologra szerettem volna politikai szempontból kitérni. Igen, egyrészt meg szeretném köszönni, kihagytam Bíró Barna Botond alelnök úrnak, udvarhelyszéki RMDSZ-nek úrnak köszönjem meg. Meghívtak az udvarhelyszéki polgármesterek találkozójára, nagyon hasznos volt. Nagyon sok mindent tudtunk egyeztetni, és bízom benne, ez így rendben van. Illetve még van egy téma, amiben kérném esetleg, hogyha van még néhány percük, hogy maradjanak itt és írjanak véleményt, az a 70 éves nyugdíjazás. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki addig dolgozik, ameddig van ereje, de ez elsősorban magánszférában. Állami, közigazgatási területen felemelni a lehetőségét, hogy valaki 70 éves korig dolgozzon, ezt lehet, csak ugye itt pont harcolunk nagyon sokat, hogy minél több fiatal kapjon munkahelyet, és hogyha az elkövetkező 5 évben igazából a megszokott rutinszerű éves nyugdíjazások nem fognak megtörténni, akkor 5 éven keresztül a fiataljainknak mennyi esélye van, hogy itthon kapjanak munkahelyet. És nem igaz az, hogy a közigazgatásban kevesen dolgoznak, a közigazgatásban nagyon sokan dolgoznak. Úgyhogy ilyen szempontból várnám a véleményüket is, hogy a 70 évre való opcionális, tehát nem kötelező, de egyik oldalról a munkavállaló részéről opció, a munkaadó részéről pedig kötelesség, hogy 70 évig lehessen dolgozni. Tehát ebben a témakörben kérdezném önöket, hogy mi az álláspontjuk, mi a véleményük. Szeretném, hogyha megosztanák velem is, mikor erről fogunk csinálni felmérést is fogunk készíteni. Csak itt én szeretném megkérdezni a fiatalokat is, illetve a fiatalok szüleit és nagyszüleit, hogy most legyen szó egészségügyről, oktatásról, bármilyen szolgáltatásról, bármilyen közintézményről, bármilyen köztestületről, tehát azért tudjuk jól, hogy a közszférában, főleg Hargita megyében nagyon sokan dolgoznak.
És nekem igazából ott van a problémám, hogy vajon valaki, aki csak opcionálisan addig marad, ameddig kedve van, fog-e vállalni felelősséget, hogy aláírnak egy több millió eurós szerződést, naponta fusson Tölgyestől le Tusnádfürdőig és Újszékelytől Kászonig, hogy intézze a dolgokat, fog-e tudni kocsit vezetni, stb. Tehát ilyen szempontból nekem van egy ilyen kérdőjelem, amiben kíváncsi vagyok az önök véleményére, hogy milyen álláspontra tudjak helyezkedni. Jó, tehát ezen a felvetésem a 70 éves korhatárra való felemelése az opcionális nyugdíjazásnak. És mondom, a magánszférával nincsen semmi bajom, mert valaki 80-90 évesen termel, elad, értékesít, lehet jó a beszélőkéje, kialakított magának egy csapatot, hajrá! Nekem a közszférával van a gondom, hogy vajon, főleg most, amikor egyik legfontosabb célkitűzés a digitalizálás, akkor hogyan és miként. Jó? A Nagy Attilának nem tudom mit, azt kérdezte, hogy megkaptam mind a két Pfizer. Nem bekapta, hanem megkapta. Jó? Tehát Romániában, hogyha eltelik 10 nap a második oltás után, mikor elmegy külföldre, visszajön, nem kell karanténba menjen. Jó. Úgyhogy ez a 70 éves témakörben várnám a véleményeket, még addig elmondok két dolgot. Ugye március 5-én van hétfőn, és tényleg március 5-én most szinte egy éves évforduló idézőjelben, amióta van ez az állapot. De most ezen az ünnepen gondoljunk azokra is, akik ebben az elmúlt egy évben sokat tettek azért, hogy legyünk biztonságban, és köszönettel tartozunk felőjük, illetve ha láttuk, hogy milyen a szabadságnak a korlátozása, akkor az elmúlt egy év volt az. Tehát valószínű, hogy sok-sok hasonlóságot lehet kapni a szabadság korlátozása tekintetében, és mégis sikerült összefogjunk, és úgy, ahogy volt 48. március 15-én is, azért sikeresen tudtunk és tudunk harcolni, és ez az időszak a... Csaba Dénes, írja meg, mit csináld már, tényleg nem követem ezt az úriembert, nem úriembert, ezt az embert, Gyorgya Simion. Jó, és tényleg a hétfői ünnepünkkel szóljon azokról, akik hősként ott voltak az első sorban, egészségügyben dolgoztak, bolti eladók, tudományos életképviselői, és ma már ugye van oltási anyag, illetve bízunk benne, hogy ennek meg lesz a megfelelő eredménye is, és össze kell fogjunk, mint ahogy meg kellett tegyék az elődeink is 48-ban. Jövő héten sok-sok dolog lesz, csak azt hiszem az időben eléggé elmentünk. Ugye a hétfői nap az 48-ról szól, kedden Sóvidék hegyalja kistérségnek az ülése, ezt nagyon várom, egy jó csapat alkotja ezt a kistérséget, tehát Parajd, Korond, Farkaslaka, Oroszhegy, Varság, Zetelaka, Máréfalva, Fenyéd, illetve Szováta polgármestereivel fogunk egyeztetni és beszélgetni. És szerdán a székelyföldi városok és megyéknek lesz a megbeszélése Kovásznál. Itt is remélem, hogy tudunk érdemben előkészíteni néhány döntést. Vidékfejlesztési stratégiának lesz a jövő héten, ami témakör. A munkahelyteremtő beruházások. Tehát van több kérdője, amit várunk, hogy töltsenek ki és jelezzék, illetve a jövő héten lesz az Európai Unió Régiók Bizottságának plenáris ülése. Na, nagyjából ezek vannak. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szép számban itt voltak, és tényleg én abszolút nyitottan fogadok minden észrevételt. Senkit sem akarok meggyőzni az én igazamról, amit én gondolok. Egy dolog, hogy mit gondolok én, más dolog, hogy mi az én felelősségem. Ma pont valaki kérdezte, hogy de hát miért reklámoztam az autót, vagy miért csináltam ezt, vagy amazt. Hát pont ezért, mert önök közül 80 ezer ember
adta le arra a voksát, hogy ebben a ritmusban, ebben a módon történjen tájékoztatás, bevonás, közös gondolkodás. És most nem arról van szó, amit szoktam neki mondani szélkakas módra, hogy most itt, ha valamire kapok 10-el több lájkot, akkor az egész megye, mindegy nagy hajó fordul meg és megy arra fel, nem? Sok jó észrevételt kapunk, ezeket szoktuk végignézni, megbeszélni, és itt szeretném azt is elmondani, ezt, ma valaki pont ezt mondta, hogy felsorolt hamar 10 dolgot, hogy mit csináljunk, én mondtam, hogy csináljuk együtt. Tehát ez az én kérésem önök felé, hogy csináljuk együtt. Azt kell megértsék, hogyha a Borszék Marosévíz útszakasz szemetes, egy dolog, hogy nekem megírják, de sokkal többet segítenek, hogyha megírják ezt egy e-mail formájában, csatolnak hozzá egy fotót, és akkor én már mint petíció tudom az Országos Útügy, illetve a Szállításügyi Minisztériumhoz elküldeni. Teljesen más az ereje egy olyan levélnek, mint annak, hogy én magamtól írok egy dolgot. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy higgyék el, hogy mindent, amelyik komolyan jeleznek, írnak, azt arra tudunk reagálni, tudunk válaszolni. És persze itt az ilyen George Simion, meg a többi provokatőrök tekintetében is, hogyha mi zárjuk a sorainkat, akkor azt gondolom, hogy nem fognak rajtunk kapni fogást. Valószínű, hogy Romániában a nacionalizmus nem fog elmúlni, addig, ameddig láttuk jó Ceausescu idejében is, máskor is, amikor ebben az országban baj van, akkor elővették a magyar kártyát, de bízom benne, hogy tudjuk ezt megfelelő módon ellensúlyozni, és én arra kérem önöket, hogy tartsuk nagyon szorosan a kapcsolatot, és jöjjenek javaslatokkal, észrevételekkel, mert mi megtiszteltetésnek tartjuk azt, hogyha írnak, és komoly odafigyelünk mindenkinek minden elvárására, mert egy embernek a problémája is legalább annyira fontos, mint ezernek. Nekem nincs jogom, önök nem hatalmaztak fel, hogy súlyozzak, hogy egy kisfalu versus város, egy ember versus ezer ember. Én azt gondolom, hogy kell foglalkozni, azért vannak a hivataljaink, azért vannak a rendszereink, azért veszünk autót, és bízom benne, hogy jó döntéseket hozunk önökkel együtt. Meg szeretném köszönni a hivatalom munkatársainak. A bicikliről beszéltem. Rozáliának mondom. Meg szeretném köszönni a hivatalunk munkatársainak. Tudom, hogy sokszor megfeszített erő és nehézség van. Én garantálom önöknek, hogy ha valahol közhivatalban dolgoznak, hatékonyan és minimum 8 órát, az a megyei tanácsnál van, de persze, lehet, hogy tévedek, de hát akkor várom az ellen példát, és tényleg a kollégáinkkal azon vagyunk, hogy mindenkit tudjunk fogadni, mindenkit tudjunk segíteni, és tudjunk együtt menni. Tehát nem úgy kezeljük ezt a hivatali munkát, hogy van a megyei tanácsnak egy elnöke, és akkor az milyen nagyfőnök, nem? Egy szinten, partnerségben. Ezért mondtam, hogy menjünk együtt. És igen, még egy dolgot elfelejtettem mondani, hogy volt egy furcsa dolog, hogy végzzük ezt a fiatal vállalkozók, de nem csak fiatal, akár tapasztaltabb vállalkozóknak a bemutatásait, szolgáltatásait, és kaptam egy ilyen megjegyzést, hogy hát az nem egy bűncselekmény, nem bűncselekmény. Tehát itt el szeretném mondani, hogy mindenki szívesen, akinek a munkásságában hiszünk, jó dolgot csinál, függetlenül hány éves, de munkahelyet biztosít, vannak jó meglátásai, jó ötletei, azokat nagyon szívesen bemutatom. Itt látják, ez ugye mondjuk a telefon a megyei tanácsnak a tulajdona, de a Facebook profil az a sajátom, tehát igazából nem az intézmény oldalát használom ki ezekre a bemutatókra, hanem a saját személyes meggyőződésemet mondom el. És ha tudnak olyan vállalkozás, olyan műhelyről, látták ugye, hogy volt múlt csütörtökön volt a kávézó csíkban, vagy volt most a sajt készítő mester, vagy vannak más ilyen dolgok, akkor jelezzék, mert én annyira szívesen elmegyek, bemutatom, segítsünk, nézzük meg, mert annyi lehetőség van ebben a megyében, amit sokszor nem veszünk észre, és sokat beszélgetünk az autonómiáról, de addig autonómiáról beszélni, ameddig idegen terméket, idegen üzletből. Jó, most nem a Renault személygépkocsiról beszélgetek, mert Hargita megyében még nincsen autógyár,
De amit itt a megyében meg lehet termelni, vagy szolgáltatás, amit meg lehet venni, azokra szeretnénk felhívni a figyelmet, ezeket fogjuk promoválni, és jöjjenek javaslattal, ötletekkel, hívják fel a figyelmünket, akár azt adnak egy ötletet, mi feljövjük azt a céget, vagy azt a fiatalt, vagy azt a műhelyt, és ha fogadnak, szívesen bemutatjuk. Mindenkinek nyugodalmas éjszakát, és köszönöm szépen, hogy itt voltak ilyen szép számban, és hogy ilyen sokan írtak. Minden jót, viszontlátást!